Kandandó, zenés utazás térben és időben. Hát, ahogy ígértem, most egy nagyon izgalmas utazás lesz, hiszen a tangó az tele van érzelemmel, az mindenki számára jelent valami szép emléket, a fiatalok számára talán kevesebbet, mert a mai fiatalok már alig tudnak tangózni, ha csak nem születik újjá a mai tánctanulásban is. De hát beszélgessünk. Erről szeretettel köszöntöm idegenvezetőnket, Di Angelót, aki a Zeneszínház művészeti vezetője, és bizony ebben a sorozatban kalauzol minket térben és időben a zene világában. És mai adásunkban vendégünk is van. Szeretettel köszöntöm Bédi Krisztinát, aki most mint tangótáncos ül körünkben, és természetesen meg is csodáljuk majd a tangót, mint táncot. De egyáltalán honnan jön a tangó? Szeretettel köszöntöm én is a nézőket. Hát a tangó, amit most így rövid bányázás után tudtam meg belőle, az Argentinából és Uruguayból, külvárosi negyedekből, bordélyházakból ott kezdte a pályafutását. Állítólag a kubai habanérának az oda átszármazott dalamai alapján népi tánc volt, tehát már ugyan nép között lévő tánc volt, ezért nagyon nehéz a kezdetét nyomon követni, mert nem lettek először leírva, vagy nem írták le először a dallamokat, hanem csak fokozatosan került ez be a vérkeringésbe, ott helyi muzsikusok játszották ezeket a táncokat, és általában arra szolgált, hogy a férfi és a nő közelebbről megismerhesse, vagy megfoghassa egymást. Hát hogyne, a táncnak végül is az ismerkedés is a lényege. Még egyetlen gondolatot akarok én csak elmondani, többször beszéltünk itt az operettről, Lehárról, hogy Lehár mikor már élete vége felé, ugye 30-as évek táján, hogy jött be az új dél-amerikai ritmus, közte a tangó is, és hogy tűnt el a régi nagy operett világa, a háromnegyedek világa, ahogy én fogalmaztam akkor, és hát valóban ez a kétnegyedek és a négynegyedek világa, jó lehet, van háromnegyedes tangó, de ez gyakorlatilag egy másfajta ritmus, magában hordozza a bevándorolt afrikaiaknak a zenéjét is, és sok mindent a helyi népzenéből is, és így alakult ki ez a tánc, ami tulajdonképpen egy tánc, hogy aztán a zenéből majd fogunk ma hallani három olyan tangót is, amelyek rendkívüli életutakat is takarnak, és nagyon híresek is lettek a világban. És hát a tangó az egy nagyon elterjedt módja, hogy milyen majd a Krisztina elmondja, mert többfajta hát, tangó. Kedves Krisztina, honnan ered a tangó szeretete? Hát tulajdonképpen én teljesen véletlenül kerültem bele ebbe a közösségbe, de eléggé magával ragadó ez a világ, úgyhogy azért az ember könnyen elkapja a hív, és akkor ott ragad. Én 3 évvel ezelőtt kezdtem el táncolni itt Budapesten. Budai László és Priti Andrea tanítványai vagyunk mind a ketten a partneremmel, akivel most táncoltunk a műsor alatt is. És tulajdonképpen csak egyszer úgy döntöttünk, hogy kedvünk van kipróbálni egy társas táncot, és egy véletlen folytán, meg hát már ugye láttunk tangó előadásokat, és azért ott nagyon jól néz ki a színpadon, úgyhogy mi úgy gondoltuk, hogy ezt megpróbáljuk, és hát sok nehézség árán már egy kicsit tudunk, de még nagyon sok mindent kell tanulnunk, de ott ragadtunk, és a mai napig is ott vagyunk. És azt tapasztaljuk, hogy szerencsére nem mi vagyunk csak így, hanem elég sokan vannak, így fiatalabb és idősebb korosztályból is. Tehát a nézőink bátran, ha úgy gondolják, akár menjenek el és tangozzanak? Én mindenkit erre bátorítok, mert nagyon sokféle érzést lehet megélni, nagyon szép pillanatokat lehet megélni. Természetesen nehéz, ez egy kifejezetten nehéz tánc, és mégpedig abból eredően, amit Gábor is mondott, hogy ez egy urbánus tánc, az utcán fejlődött ki, ez a mai napig így van, mindenhol Buenos Airesben, az utcasarkokon, a bárokban, a különböző szórakozó helyeken táncolják, és folyamatosan fejlődik, folyamatosan új figurákat találnak ki, új zenéket írnak hozzá. Úgyhogy ez egy folyamatosan mozgásban levő tánc. Mi mivel kezdjük a tangóval való ismerkedést? Hát az egyik leghíresebb tangóval, amit egy Angel Villoldo nevezetű
argentin szerző írt, ő az 1850-es évek és 1920-as évek között élt. Egy kitűnő zenész, énekes volt, és szövegeket is írt, tehát egy nagyon komplex egyéniség volt. És hát ő írta ezt a tangót egy nagyon elegáns, akkor ilyen étteremben. Volt egy tulajdonos, akinek a gúnyneve volt az, hogy El Choclo, ha én jól eltem spanyolul, mert az kukoricacsövet jelentett. És hát ugye ő ezt a címet adta ennek a tangónak, amit ma is Lini Magóni előadásában fogjuk ezeket a tangokat meghallgatni. És hát ugye ez egy kétértelmű, többértelmű dolog volt, mert mint említettem, akkor ugye sok minden szexualitás és egyéb is volt ezekben a tangókban. De ez a tangó általában eredeti szövege egy rendkívül megrázó történetet mond el egy olyan prostituáltról, aki kiemelkedett ebből a világból, és elindult egy más élet felé, és a tangó is vele együtt kezdett kiemelkedni. Tehát ő már szinte megjósolta a tangónak azt a 20. század elején lévő karrierjét, ami tulajdonképpen itt elindult. Hát ez egy, ugye mind a három tangó, amit ma hallunk, arról meg kell jegyezni, hogy rendkívül népszerűségét annak köszönhette, hogy filmek százai dolgozták föl, vagy hangzott el bennük, rendkívül sok zenés feldolgozása van ennek a tangónak is, föl se lehet sorolni, hogy hányan énekelték ezt el, és így terjedt el tulajdonképpen itt Európában is. Hallgassuk már! Ne hagyd de soha az, ki téged szívből imád, lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsa tövise is megszúrja a kezed, s az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes hal szerelme szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemed, s rádöbbensz arra, hogy itt a helyed. Tudom, hogy jöhet egy másik, aki tömeg, ki szebben mondja neked, hogy csak is téged szeret. Ne adja szóra, mert holnap irradóra rájössz, hogy elrontottad már az életed. Hát jól vigyázz, hogy ne hibázz, ne hagyd el soha az, ki téged szívből imád. Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsa tövise is megszúrja a kezed, s az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes hal szerelme szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemed, s rátöbbensz arra, hogy itt a helyed. És téged szeret. Ne adja szóra, mert holnap virrad óra, rájössz, hogy elrontottad már az életed. Hát jól vigyázz, hogy ne hibázz, ne hagyd el soha az, ki téged szívből imád. Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsa tövise is megszúrja a kezed, s az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántalak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes hal szerelme szóra. Egy percre könyvbe lábad, akkor majd a szemed, s rádöbbensz arra, hogy itt a helyed. Most, hogy kezdünk belejönni ebbe a hangulatba, akkor folytassuk az ismerkedést, hogy milyen nagy zeneszerzők foglalkoztak a tangóval, hiszen azért az operát is egy kicsit megérintette a szele, meg egyáltalán táncdalszerzőket. Hát ugye több fajta tangó van, erről majd Krisztián mond egy-két szót. A lényeg az, hogy ezt a tangót volt egy zseniális művész, Piazzolla-nak hívták, aki fölemelte
ebből a népi tánci minőségéből, és bevitte a szimfonikus zenekarokba, és gyakorlatilag klasszikus zenévé tette. Ő egy vitatott személyiség, hogy ez meddig tangó, meddig klasszikus, lehet-e rá táncolni, nem lehet rá táncolni, minden esetre őt ma egy nagyon nagy személyiségnek tartják. Ez a tangó, amit most hallgatni fogunk, Libertango néven, az egyik leghíresebb tangó, amiket játszanak, szintén több mint 100 filmben, és különböző helyeken dolgozták fel. És hát őről még annyit kell tudni, amit én külön kírtam, mindig van valami különleges, amit meg szoktunk jegyezni, hogy itt is van magyar szál. Mert 12 évesen egy Vilda Béla nevű Magyarországról kivándorolt, nagyon tehetséges zongoristától kezdett el ő zongorázni, tanulni. És ez a Vilda Béla, ez pedig a Rachmaninovnak volt a tanítványa, egy kitűnő zongorista volt, és Bachra tanította a Piazzollát. És azt mondják, hogy végig az egész zenéjén végighúzódott ez a bachi vonulat, mert mint klasszikus tangó, ezek a fajta zenei árnyalatok mindig benne voltak az ő zenéjében. Hát igen, hosszú és kalandos életet élt ő is. Ezt a tangót egy szívinfarktus után írta, amikor átköltözött Milánóba, Argentinából, és akkor született meg az, amit majd most fogunk hallani, amihez én írtam egy szöveget, D'Angelo néven, mert nem volt magyar szövege, úgyhogy ez a Libertango, vagy ahogy mi adtunk egy címet neki, Tango Renaissance. Most, hogy már két tangót is hallgattunk, akkor tényleg egy kicsit nézzük meg, hogy hányféle tangó tánc létezik.
Hát a tangó, ahogy Gábor is az elején említette, ez valóban egy négynegyedes tánc. De van egy valsz nevű tánc, ami szintén tangó, egy tangó valsz, ez egy háromnegyedes tánc, nagyon hasonlít a keringőhöz, és egy nyilván a nevéből is következően egy tangó keringő, egy nagyon szép műfaj. Emellett, amit az úgynevezett milongákon, a milonga az a hely, ahol tangót táncolnak. A milongákon táncolnak egy milonga nevű táncot is, ez a tangóval párhuzamosan fejlődött ki, egy sokkal gyorsabb, sokkal vidámabb, kicsit másfajta tánclépésekből álló táncot jelent. Egy milongán, egy tangó esten általában van, úgy tandáknak hívják azokat az egységeket, amikor 3-4 számot táncolnak le a párok, ezt követően van egy kis szünet, a párok elköszönnek egymástól, majd következik a következő tanda, amikor újra felkérik egymást a felek, és újra kezdődik a tánc. És általában 3-4 tangotanda, után jön egy valsztanda, majd megint jön 3-4 tangotanda, utána pedig jön egy milongatanda. Na most azzal még adósak vagyunk, hogy egy kicsit a partneredet is mutass be, hiszen ő nem ül közöttünk, viszont a képernyőn láttuk. Igen, Németh Sándornak hívják, mi már nagyon régóta barátok vagyunk, és együtt vágtunk bele ebbe a kalandba, hogy megtanuljunk tangót táncolni, úgyhogy folyamatosan haladunk előre az úton, továbbra is Budai Lászlónál és Priti Andránál táncolunk. Úgyhogy megpróbálunk részt venni minél több workshopon. Szerencsére Magyarországon is most már egyre több fesztivált rendeznek. Egyébként most októberben lesz Pesten egy nagyon jó kis fesztivál, úgyhogy ha a nézőket érdekli, akkor mindenkinek tudom ajánlani, hogy érdemes eljönni. Ott meg lehet ismerkedni a zenei alapokkal és a táncos alapokkal is. Az utolsó tangót azt egy dán zeneszerző írta. 1925-ben néma filmekhez zongorázott egy zenekarral együtt, ugye akkor a zenék így mentek, és ott hangzott el ez a tangó, ez aztán szányra kelt, nagyon sok más helyen is eljátszották, és Amerikába pedig rögzítették akkori hangfelvételen, és ez olyan híressítette, aztán később annyi filmben játszották, hogy a szerző egész életében ebből a jogdíjból élt. Így nagyon jól járt ezzel az egyetlen egy tangóval. Ugye ezt fog majd most elhangzani olasz szöveggel. A tangó egyébként, ha jól tudom, akkor az UNESCO világörökség részét képezik. Ez érdekes. Igen. Hát akkor hallgassuk meg ezt a tangót. Önök is andalodjanak el velünk most ebben a műsorban. Utoljára következik Lili Magóni, a Zeneszínház művésznője. Cerchi tu da me, tu dove andrai senza me, cosa farai? Senza me, cosa farai? Gelosia e che mi ripeti. Nel cuore sento come un presentimento. Stringimi, ti prego, perdonami. Questo momento non lo devi scordare. Che l'uomo sei, cosa vuoi? Cosa cerchi tu da me? Tu dove andrai senza me? Cosa farai? Che l'uomo sei, non ridi mai, ti piace.